Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy havi jóslás április hónapra a szűz jegyében születetteknél. A szűz jegyénél áprilisban tükröződik valami. Ezek beszélgetések, találkozások, szerződések. Itt fontos az egyensúly, és van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Keresd a kapcsolatokat másokkal, de ne túlozd ezt el, hanem várj, hogy ők is visszajelezzenek, hogy ők is keressék ezt a kapcsolatot. Az is fontos, hogy a beszélgetéseknél rendeződjön, tisztázódjon valami, és meglegyen a belső egyensúly, a harmónia. Április 1-én új hold lesz, az azt jelenti, húzódj vissza. Gondolkodj el azon, ki hogyan befolyásolja az életedet vagy az övéd. Április 16-án teli hold van, ami megvilágít valamit, itt gyógyító erőről van szó, és rendezheted a dolgokat. Április 30-án újra új hold van, az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el azon, hogyan, milyen irányban alakulnak a dolgok. Április 4-én Mars bolygó és Szaturnusz bolygó együtt hat. Mars bolygó jelentheti a te erődet, de egy férfit is. Szaturnusz bolygó hatása alatt vagy korlátozásokról van szó, vagy Szaturnusz bolygó segít abban, hogy kialakuljon valami. Április 12-én Jupiter bolygó és Neptun bolygó hat együtt, ez szerencsét hoz a párkapcsolatot illetően, hiszen élheted az álmaidat, de ha egy jogi ügyről van szó, akkor Neptun bolygó hatása alatt vagy csalásról van szó, vagy minden olyan átláthatatlan. Csalódásokhoz vezethet. Április 18-án Merkur bolygó és Uránusz bolygó hat együtt, itt lesznek beszélgetések, változások. Április 27-én Vénusz bolygó és Neptun bolygó együtt hat. Itt élheted az álmaidat, ami a szerelmet illeti, de jelent egy kreatív tevékenységet is, az intuíciódat, az inspirációt. Április 30-án Vénusz bolygó és Jupiter bolygó hat együtt, ez szerencse a szerelmet illetően, de kihat ránk hölgyekre is, és azt jelenti, hogy ne túlozzunk el valamit. Ezen a napon van egy nap finsternis, és finszterniszeknél mindig kármikus témákról van szó. Ezen a napon, tehát április 30-án Plutó bolygó megáll, utána visszafele mozog, ami utal a múltra, tehát kármikus témákra is. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit közölnek a kártyák, én is szeretnék valamit közölni. Ez a jóslás, ez a havi jóslás megrendelhető, a díjam az 3500 forint, és akkor személyes, és passzol a te helyzetedre. És most megtekintjük ezt a kivetést. A sarok kártyáknak mindig van egy fontos jelentősége, különösen az első kártyának, hiszen utal a havi témára. Itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani,
ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Persze jelenthet ez félelmeket is, hogy ő fél attól, hogy az egerek eltávolítanak téged, viccesen mondva, tehát fél attól, hogy elveszít téged, vagy fordítva van így, hogy te félsz attól, hogy elveszíted őt. Amit az egerek még eltávolíthatnak, itt ez az ostor, és ez az ostor utal fájdalmas emlékekre, vagy kapcsolatokra, amikor valaki megbántott téged, de ezek az emlékek, ez a kapcsolat elmúlik, hiszen az egerek eltávolítják ezt a kártyát. Sőt, az egerek eltávolítják ezt a tornyot is, ami utalhat nehézségekre, korlátozásokra. Ez a könyv az jelenti ugyan a tudást, vagy egy továbbképzést, de azt is, hogy valaki eltitkolt előled valamit. Vagy jelenti az ő zárkózottságát, de szerencsére itt megjelennek az egerek, és eltávolítják ezeket a titkokat, ezt a zárkózottságot, és az akkor azt jelenti, ő nyitottabb lesz hozzád. Április elején megjelenik itt ez a kereszt. Ez utalhat vallási témákra, utalhat egy spirituális területre is. Itt kinyílik számodra ez az ajtó, ezek a lehetőségek. A télen voltak itt még nehézségek, problémák, de az egerek el tudják ezt a hegyet távolítani, ezeket a problémákat, és akkor itt megvannak számodra a lehetőségek. Amit ez a kereszt még jelent, a sors utak. Amikor a sors utak kereszteződnek, tehát itt nincs véletlen, akkor nem kell figyelembe venned az egereket, hiszen az egerek jelenthetnék azt, hogy félsz attól, hogy elveszíted őt, de mivel itt a sors utakról van szó, nem tudod őt elveszíteni, hiszen a sors úgy akarja, hogy együtt legyetek. Amit ez a kereszt még jelenthet, hogy te, vagy ő, vagy mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt megjelennek a lehetőségek, de mégis van félelem ezeket a döntéseket meghozni. Lehet, hogy áprilisban még túl korai, akkor légy még kicsit türelmes. A következő sarokkártyán megjelenik a koporsó. Ez lehet egy örökösödési ügy, de légy óvatos, mert valaki be akar csapni téged. Amit ez a koporsó még jelentett, lezárja ezt a hamisságot, vagy lezárja a felhőt, ami a múltra utal. A felhő az egy időkártya, és jelent fél évet. Gondolkozz el azon, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Itt annak idején megvoltak a hamisságok, de szerencsére a koporsó leszárja ezeket az emlékeket, vagy lezárja ezeket a kapcsolatokat. Hamarosan itt ezen a parkon látható az, hogy megkapod az elismerést. Először le kell zárni a múltat, utána itt van a nyilvánosság, az elismerés, a döntések, de azért légy óvatos a döntéseknél, mert a róka segíthet abban, hogy jó döntéseket hoz. Gondold át mindazt, hogy milyen irányba akarod azt, hogy változzon valami az életedben. Itt ez a torony lehet egy nagy város is,
és itt van ez a nyilvánosság, az életút, de jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet is, és itt a háttérben megjelenik a róka, rossz döntések, például egy bírósági ügynél. A torony mellett itt van ez a kígyó, az jelentheti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, ezt a transformációt, vagy utalhat egészségügyi témákra is, és a torony lehet egy kórház is. Itt lesznek fontos döntések, és kapsz egy hírt. Ez a kígyó nem csak a gyógyító erőt, vagy ezt a változást jelenti, a megújulásokat, hanem lehet egy nő is. Ez a nő valamivel fiatalabb, mint te, vagy jelenthet valakit egy gyermekkel. És ettől a nőtől lesz egy hír, vagy egy szerződés. Itt munkáról van szó, hiszen a nő feje fölött megjelenik a horgony, és az jelenti a munkát, a hivatást. Itt lehet egy új kezdet, egy munkahelyi szerződés, a gyűrű is jelentheti a szerződéseket, itt előre mennek az események, és a halak jelentik az anyagiakat, az anyagi jólétet, hiszen pénz jön a házhoz. A következő sarok kártyán látható a hold, ami a fogamzást jelzi, itt megjelennek a gólyák, a közelben a gyermek, ez lehet az, hogy lesz egy kisbaba a születése, vagy nálad, vagy a környezetedben. Amit a hold még jelent az anyai érzéseken kívül, általánosságban uralkodik az érzelmek felett, az álmok felett, a vágyak felett. Ez az álom megvalósul, hiszen itt van a szerencse, azon kívül a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Ez a szerencse ott marad melletted hűségesen, hiszen itt látható a gyűrű, a kapcsolat ezzel jelenthet egy eljegyzést, egy házasságot is, vagy azt is, hogy van itt egy szerződés, ami számodra előnyös, vagy valaki visszatér itt a múltból, ez lehet egy baráti kapcsolat is, és itt vannak a változások, a szerencse. Ez ad erőt számodra, számára is, hiszen ő is egy vonalban van ezekkel a kártyákkal. Ami a szerelmet, a párkapcsolatot illeti, itt lesznek újdonságok, itt a hajó jelenti a reményeket, itt van a szerencse, a fa az egy biztos alapot ehhez a szerelemhez, ehhez a párkapcsolathoz, és itt vannak utazások, külföldi kapcsolatok, ez lehet internet kapcsolat is, vagy ez az utazás jelent egy belső utat, egy lelki utat, egy lelki kapcsolatot, hiszen ő visszatért hozzád a múltból, ezek lehetnek kármikus kapcsolatok is. Amit ez a fa még jelent, megérkezni, ahol le tudtok gyökerezni, és ez lehet egy külföldi kapcsolat, vagy lehet ez a szerelem, ami erőt ad számotokra. A fa jelenti a gyógyító erőt is, itt a szív gyógyulásról van szó. A következő sarokképen ez a férfi látható, tehát utal a férfiakra, vagy ha te egy nő vagy, akkor utal a lelki társadra. Ő feléd néz, és ami összeköt benneteket, ez a ház, egy közös otthon, azt is jelenti, hogy óv és megvéd téged. Azon kívül itt van a csillagkép, ami a szerencsét jelenti. Itt a nap, a kisugárzást, a vonzalmat kettőtök között. A halak nem csak az anyagiakat jelentik, hanem a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, ő értékes számodra.
ő ezt közli, hiszen a madarak jelentik a beszélgetéseket, és minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, és itt a kártya jelenti a közös otthont, vagy a családot, a rokonokat. Itt lesz egy kellemes meglepetés, egy meghívás, egy ajándék. Itt tisztázódik valami, jelenti ez a virág. Az ártatlanságot, a tisztaságot, vagy ha valami tisztázódik, nem csak a szerelmet illetően, hanem a pénzügyi dolgokat, a munkát illetően is, és itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Amit ez a ház még jelenthet, a családon, az otthonon kívül, munka, hivatás, otthonról egy magánvállalkozás. Érdekes az, hogy mindketten itt az első sorban vagytok, és az azt jelenti, nincs fölöttetek kártya. Az jelenteni a gondolatokat és a terveket, de mivel így van, hogy nem jelenik meg kártya ennél a kivetésnél, ezen a helyen, az azt jelenti, hogy te sem engeded azt meg, hogy mások olvassanak a gondolataidban, és ő sem beszél a tervekről. Holott itt látható a szerencse, és lesznek beszélgetések, ami a szív ügyeket illeti, de ő nem nyilatkozik erről a tervről, hogy szeretne egy közös otthont. Család alapításról lehet szó. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét április hónapban itt látható. Az egerek eltávolítják ezt a zárkózottságot, a fájdalmas emlékeket. De még vannak félelmek, bizonytalanságok, hogy te elveszíted őt, vagy ő elveszít téged, de nem szabad ezt az érzelmet élni, hanem tedd át magadat a félelmeken, hiszen itt egy sorsdöntő változásról, egy karmikus kapcsolatról van szó, vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, ő nem tűnik el, hiszen mindig visszatér az életedbe. A téli hónapokban voltak nehézségek, de ez most elmúlik, hiszen a kassa elvágja ezt a hegyet. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, fontos döntéseket fogtok hozni, itt kialakul valami, különösen, ami a hivatást illeti, az anyagiakat illeti, de ami ezt a szerelmet, az otthon, a családot illeti. Itt megvan nálad a szépség, a kisugárzás, ez a nőies energia, ő így lát téged, de nem beszél az érzelmeiről. Holott a későbbiek folyamán lesz itt beszélgetés, de így április elején ő inkább olyan visszahúzódó, a háttérben van. Ez a virágcsokor nem csak a te szépségedre utal, hanem te tisztázol és szépítesz valamit az otthonodat illetően, vagy a családban tisztázódik valami. A virágcsokor lehet egy meglepetés, egy ajándék, vagy egy meghívás is. Második hét április hónapban itt látható, itt tudásról, tehetségről van szó, de a múltban nem kaptad meg az elismerést, és ez nagyon fájt neked. De az egerek eltávolítják ezeket a fájdalmas emlékeket, és kimutathatod a tudásodat. A könyv jelenti a titkokat, vagy az ő zárkózottságát is. Ez is elmúlik, hiszen a kassa elvágja ezeket az emlékeket, elvágja az ő zárkózottságát. Itt a munkahelyen lesz változás, előre mennek az események, és a halak, azok jól láthatóak itt a képen, tehát szép kártyák veszik körül, itt nyereményekről van szó, javul az anyagi helyzet. Itt ez a kártya utalhat sportra vagy autóra is.
Itt lesznek komoly beszélgetések, munkát, anyagiakat illetően, ez lehet egy spirituális terület, vagy a csillagok szerencsét hoznak, itt megvan a siker, a kisugárzás nálad. Azt is jelentik a kártyák, hogy ami kettőtöket illet, itt megvan a vonzalom, és minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben megvan írva, meg lesz a bizalom, és itt lesznek fontos beszélgetések, ami a munkát illeti, az anyagiakat illeti, és a szerelmet illeti. A halak nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem a belső értékeket is. Harmadik hét, április hónapban itt látható. A felhő utal az időre, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, ezek az emlékek, kapcsolatok lezárulnak. A felhő jelentheti azt is, hogy valami még átláthatatlan, holott itt megjelenik a park, és utal a nyilvánosságra, hogy mások észrevesznek téged, megkapod a megbecsülést, lehet, hogy te ezt nem veszed észre, számodra ez még átláthatatlan, de ez a torony utalhat a te nagyságodra is, és itt ez a kígyó a megújulásokra, a változásokra, a gyógyító erőre, ez olyan számodra, mint egy újjászületés, itt vannak ezek a változások. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, és itt lesz újra egy kapcsolat, itt van a levél, a hír, a gyűrű jelenthet egy szerződés, mint például egy munkahelyi szerződést, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást is, és itt lesz egy új kezdet. A gyűrű jelentheti azt is, hogy ez a nő visszatér az életedbe. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, hiszen ez a kártya utal utazásokra is, ez lehet egy internet kapcsolat is. Nem csak ez a barátnő vagy kolléganő hat ki rád, hanem lesznek változások a szerelmi élet területén, és ez a hajó adja a reményt hozzá. Azon kívül utal a belső utazásokra is, tehát egy lelki kapcsolatra. És itt van a biztonság érzete, és ennek a fának van gyógyító ereje is, megvan az életerő, vagy ő ad számodra erőt, vagy te adsz számára erőt, vagy ez a szerelem ad mindkettőtöknek erőt, és megvan itt ez a gyógyító hatás. Utolsó hét, április hónapban itt látható, a hamisságok lezárulnak. Itt lesznek fontos döntések, de ez a róka figyelmeztethet téged, légy óvatos, nehogy rossz döntéseket hoz április végén. Itt vannak szerződések, erre utal a levél, és ez a gyűrű is. Ez a levél lehet egy hír is, lehet, hogy valaki hazudik neked, tehát van itt egy rossz hír, és megpróbál téged egy más irányba irányítani, tehát légy kicsit óvatos, és hozd meg a saját döntéseidet. Ez a gyűrű utalhat eljegyzésre, vagy egy házasságra is. Itt vannak a változások, a szerelmet illetően, itt van a szerencse, és a hold jelenti mindazt, amit megkapsz, de jelenti az érzelmeket is. Hiszen van egy szép, komoly kapcsolat kettőtök között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!